2016. július 27-én indult el a Nyíregyháza, Borbánya és Malomkert város részeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése című projekt. Ez toppos forrásból több mint 662 millió forintból valósul meg. A teljes projekt 5 szakaszból áll. 5. elemként került be a pályázatban keletkezett megtakarítás terhére a Virágfürt utcai projektelem. A Virágfürt utcának a csapadékvíz rendszere épült ki, amely eddig nem volt kiépítve, így a esős időszakokban a több helyen a kerteket, utcákat elöntötte a víz, és 20-30 centis vízben kellett gázolni az embereknek. A csapadékvíz csatorna a Napsugár utcától a Virágfürt utca végén T-alakban elágazó utcáknak a megfelelő pontjaig épültek ki, amelynek a jobboldali elágazásában megépült egy csapadékvíz áptömelő a mélyponton. Ez automatikusan átnyomja a vizet a Virágfürt utcai befogadó árokrendszerbe. Az automata folyamat biztosítja azt is, hogy csak hiba esetén kell kivonulni a szerkezethez. Csapadékvíz rendszer a Virágfürt utcán 2x430 méter körülbelül, ami megépült árokrendszer. Az árokrendszer úgy épült meg, hogy a lakossági bejáratoknál, illetve a lakosság által már leburkolt felületeken fedlapos áteresként működik, és biztosítja a befogadó felé az vízelvezetést. A projekt korábbi elemei érintették a Tünde, a Lújza, az Alma, a Vércse, a Tüzér utcát, valamint a Malomkert második ütemének részeként a Szántó-Kovács János utcai parkoló területét.